szorokban kezdő 11-ek, tehát a DLC-t a csapatában 12-esen font is. Úgy érzem a első percben, hogy azt mondom, hogy annyira vétlen szituációban volt. Ugyanilyen szituáció volt 3-1-nél a másik félidőben, amit nem ítélt meg a javunkra. Hát nem erre akarom én fogni. A második volt meg, hát nem tudom megítélni az kamera, tehát felvétel kellene, hogy lássunk felvételt, hogy elő volt a labda vagy nem. Ettől körül nagyon rosszul jött az elején, ugye első percben azonnal egy büntető, azért egy tőlünk erősebb csapattól, utána rögtön rá ez a második volt. Ez elég nagy ütés volt rajtunk, hát azért csapatunknak a tartását mutatja, hogy onnan felálltunk, én úgy gondolom, hogy nagyon jó 35 percet csináltunk az első fél időben is. És hát sajnos a második fél idő első percében megint egy figyelmetlenségből egy szöget utáni fejes. Hát tudtuk, hogy jól fejelnek magas emberek. Készültünk rá, de hát vannak, amikor vannak helyzetek, amire hiába készülünk, hogyha valaki valamivel jobban másikkal, akkor nagyon nehéz megakadályozni. 3-0, és én úgy gondolom 3-0 után is teljesen egyenrangú mérkőzés volt, rúgtunk egy gólt, 3-1, a Bogdán Csabának volt egy abszolút gólhelyzete, azt megoldást választott, lehetett volna 3-2, mondom, ha meg nem adott bütöt, de mondom, hogy nem akarom a játékvezetőre fogni, persze hozzá kell tennem, hogy a Debrecen se a legerősebb összeállításában volt, de azt is el kell mondjam, hogy mi se a legerősebb összeállításban játszottunk, de én úgy gondolom, hogy akik lehetőséget kaptak, becsülettel tették a dolgokat. Úgyhogy én nagyon bízok benne, hogy a utóbbi heteknek a játék, ami volt, és eredményessége, ez folytatódni fog vasárnap, és reméljük, hogy ez a kupa mérkőzés nem hogy megtöri a csapatot, hanem még nagyobb erőbedobásra serkent mindenkit, mert mondom, azért én láttam olyan teljesítményeket a pályán, akik engem megnyugtatnak arra, hogy az NB2-ben én úgy gondolom, hogy tudnak segíteni a csapatnak. És már említetted azt, hogy nem az alapcsapattal léptünk pályára, nem voltak olyanok, akik eddig kevesebbet kaptak, kevesebb szerepet kaptak a bajnoki mérkőzéseken, mennyire vagy elégedett azok a játékosok, akik kínálóan szálltak be. Elképzelhető esetleg, hogy amelyik itt kezdődik, hogy ezt már hát az igazság az, hogy az utóbbi 4 bajnoki mérkőzésen annyira jól szerepeltünk és olyan stabilak voltunk, hogy olyan nagy okom nincs a változtatásra. Egy változtatás elképzelhető, hogy lesz, de hát azért az utóbbi hetek alapcsapat az, ami jelen pillanatban még élvezi a bizalmat. De mondom, a mai meccsen is láttam egy-két olyan teljesítményt, akik úgy gondolom, hogy ha nem is vasárnap csereként pályára kell küldenem, akkor nem fognak szégyent vallani. Meg hát azért azt tudni kell, hogy azért vannak idősebb játékosaink is, akiket most pihentettünk, akik nem biztos, hogy már ebben a korban elbírnak hetente 2 ilyen mérkőzést, mert azért ma is becsülettel futni kellett a Debrecen ellen. Tehát mondom, vannak megnyugtató dolgok, de azért valahol azért a fejemben az van már, hogy az a csapat fog valószínűleg játszani, amelyik a MTK ellen vette fel a harcot, de mondom, ott egy helyen van még esetleg, amin gondolkodok. És hát ugye ennek a Debrecen elleni mérkőzésnek lesz majd a jövő héten szerdán egy visszavágója, hát a mérkőzés eredmény alapján formalitásnak tűnik, mi az, amit válasz a Debreceni összecsapástól? Hát őszinte vagyok, most még egyelőre a vasárnapi Vác meccsbe gondolkodok, pedig még most fújták le a Debrecen meccset. De hát egy mondatban annyit, hogy persze jobb csapat, magyar bajnok csapat, én úgy gondolom, hogy az egy tisztességes mérkőzés lesz. Talán megint jó alkalom lesz arra, hogy olyan játékosok is szerepet kapjanak, akik eddig kevesebbet, mert azért ma is volt még a kispadon olyan, akit nem tudtam cserélni, ugye volt egy sajnálatos kiállítás, ami megint egy olyan helyzet, hogy senki nem hallotta a sípszót, és sípszó után elrúgásért állították ki a játékost. De mondom, még egyszer nem akarom a játékvezetőre fogni a mai vereséget, de tehát azért mondom, hogy mi mindig vannak tartalékaink, akik esetleg a jövő heti visszavágón szerepet kaphatnak, mert valahol legyünk őszintén, a realitás az, hogy tényleg formalitás az.